Hello! Köszöntök mindenkit egy újabb videóba. Megyünk haza. Vége van a mai shiftnek. Kicsit hűvös van, úgyhogy be vagyunk párásodva egyelőre. És nem indítom be a páramentesítőt, mert az nagyon zúg. De nem vészes. Jó dzsuvás az ablakom. Na. Igazából elkezdtem a múltkor beszélni ugye a havas időben, hogy milyen az útviszony, milyenek a dolgok, hogy működik itt a tél Angliában. Hát ma esős idő volt egész nap. Sokan ugye kijönnek Angliába és azt mondják, hogy nem jönnek ide, mert nagyon szar az idő, nagyon hideg van, meg állandóan esik az eső, meg ilyen dolgok. Hát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem teljesen így van. Legalábbis ezen a részén az országnak, ahol mi vagyunk itt Bristolban, itt azért nem olyan vészes. Konkrétan annak idején, mikor mi kijöttünk ezelőtt több mint 2,5 éve, kijöttünk a Bristolba, hát 3 heten keresztül még esőt se láttunk, de még felhőt se, olyan szinten száraz idő volt. És utána is sokkal lazább volt az egész. A teleket azt megint úgy kell elképzelni, hogy ugye itt normálisan nincs téligumi, nem kötelező a téligumi. Épp azért, mivel hogy nem nagyon van tél. Tehát itt most is volt, ugye egy nap hullott a hó, másik napra még maradt belőle valami, és kb. Ennyi. És valószínűleg idén már több hó nem is igen lesz. Szóval igazából egy évben van egy-két, legyen 3 nap, mikor van egy kis hó, mikor havazik, és akkor kicsit káosz van, de gyakorlatilag mindenki elbírja viselni, mert tényleg 2-3 nap az nem a világ vége. Eső az van gyakrabban, főleg ősszel és így tavasszal, így kicsit esősebb az idő, de abszolút nem vészes, szóval otthon is esik ennyit az eső, mint itt. Állítólag ott fent északon ott kicsit esős, csapadékosabb az időjárás, London környékén dettó, ott a havazás is gyakrabban előfordul, de itt lent, ahol mi vagyunk, itt Bristol környékén, hát itt se hó, se eső, azért olyan nagyon sok nincs. Tehát nem több, mint mondjuk bárhol máshol, más országokban. A hőérzet az viszont az óceán, hogy nagyon közel van itt hozzánk például, a hőérzet az sokkal hidegebb, szóval, hogyha mondjuk itt van 2 fok, akkor az 0 foknak érződik, vagy kevesebbnek. Tehát ilyen téren viszont ez igaz, hogy hűvösebb, mint otthon, de ez nyáron is jó, mert ugye itt 30-32 foknál több nem szokott lenni, de az a 32 fok többnek érződik, mint mondjuk otthon az a 32 fok. Ugye itt a hűvösebb időjáráshoz hozzászokik az ember, és akkor, hogyha jön egy kis meleg, akkor az mindenki egy kicsit ugye el van tőle, hogy baszki, mekkora forróság van. De így egyébként 32 foknál több nem nagyon szokott lenni. De mondjuk azt is kell nézni, hogy az angolok már 10 fokba rövid nadrág papucsba járnak. Az angol-angolok. Szóval nekik ez egy kicsit másabb. Hogy meg lehet-e szokni, mikor kijön ide az ember általában, hát most attól is, hogy most melyik időszakban jössz ki, télen, nyáron, tavasszal, ősszel, de úgy általában, amikor kijön az ember, akkor 1-2-3 hétig azért úgy beteges, tehát meg van fázva, meg ilyen dolgok, mert míg hozzászoksz ehhez a hőmérséklethez, addig azért kicsit problémás lehet embereknél. Én nekem például nem volt problémám vele, barátnőm viszont meg volt fázva, amikor kijöttünk. Én most már így kezdek teljesen angolosodni. Most azért van sok kafejemen, mert olyan hideg van, 7 fok van igazából, ez itt tök jó időnek számít ilyenkor. Nem azért van sok kafejemen, mert fázok, hanem azért, mert kurva nagy a hajam. Na, szóval abszolút vállalható, és meg lehet szokni, és nincs ebből semmi probléma igazából, és nem zavar senkit az egész. A nyarat itt már 20 fok fölött, itt már hát az angol az már káoszba esik, hogy új, de nagy forróság van.
Igen, hozzá lehet szokni. Tehát szerintem aki az időjárás, akit az időjárás támtörít el, az vagy nem menjen London környékére, vagy úgy álljon hozzá, hogy úgyis meg fogja szokni, mert meg hozzá lehet ez az időjáráshoz is szokni. Nem olyan vészes, ahogy sokan lefestik, hogy jaj, állandóan esik az eső, igen, felvés Skóciába, vagy mit tudom én. Ott gyakran esik az eső, gyakran hull a hó téli időszakban, de egyébként abszolút nem vészes. Hát ez inkább én azt mondom, hogy ilyen mendemonda most már, csak hogy Angliában mindig esik az eső és mindig szar idő van. Nem, nincs. Egyáltalán nincs. És sokkal kellemesebb, mint mondjuk otthon volt a 40 fokok, meg 38 fok, és azt se tudtad, hol vagy. Tehát szerintem az időjárás, aki csak az időjárás tántorít vissza, az szerintem felejtse ezt az egészet. Mert nem lesz semmi problémája belőle igazából. Tehát ez csak egy ilyen hülye kifogás, mert aki nem szereti Angliát, hogy valami baja van vele, vagy nem jött össze neki, az valamire rá kell fogja, hogy miért nem akar itt maradni, és miért nem szereti. És az általában arra fogja, hogy hát szar az idő, meg sokat kell dolgozni, meg ilyenek. De dolgozni a pénznek azt csinálni, bár mindenhol sokat kell. De a hónap végén, mikor hazaviszi a 2-3-szor annyit, amennyit otthon keres, akkor nem sír a szája, mert akkor azt mondja, hogy ó, hát igen, megéri. Szóval ez már ma láttam Facebookon egy ilyen posztot, hogy sokkal rosszabbul élnek, mint ezelőtt. Na itt mi van? Mint ezelőtt 10 évvel. Hát én elhiszem, hogy 10 évvel ezelőtt lehet jobban meg lehetett élni, meg mit tudom én, de szerintem azért akkora egy különbség nincs, mint ahogy azt sokan úgymond állítják. Én 2,5 éve vagyok kint. A legelején volt egy igazán szar melom, de kurva jól fizetett. Most mondhatom azt, hogy valamivel többet keresek, mint mikor kijöttem. De most viszonylag könnyű munkát csinálok, gyakorlatilag sokkal kevesebb órával, de csinálom ugyanazt a pénzt, amit megcsináltam akkor rengeteg órával, és kurva szar melót, amit jól megfizettek, de most az ember mérlegel, hogy csinálsz valami egyszerűt és viszonylag jól fizessék meg, vagy csinálsz valami szart és jól fizessék meg. Na, itt valami megint van. Lezárták a hidat. Fasza. Na, szóval ez az igazság, hogy végül is tök mindegy, mert aki pénzt akar csinálni, az tud pénzt csinálni, így is, úgy is. A rendőrbács itt. Mi történt itt? Ja, semmi, csak itt volt geci nagy gödör. És most a rendőrök az egyik sávot lezárták. Ez az ilyen nem felcímkézett rendőrautó, ez a BMW. Itt ezek jönnek ki, hogyha olyan gáz van, itt villog meg minden. Na, szóval igazából fizetés, hogy szarabból lehet most keresni. Aki régen szarul keresett, az most is szarul keres. Aki meg már itt van, mint ahogy írták is, hogy 10 éve jobban keresett, mint most, akkor az azt jelenti, hogy valamit rohadtul szarul csinál, mert ha ő 10 év alatt nem fejlődött annyit, hogy jó munkája legyen, jó fizetésért, akkor ő az vessen magára. Én ott hagytam annak idején a céget, ahol csináltam a szarmelót, szarmunkát, tehát azt nem ajánlom senkinek, amit én csináltam, de jól megfizették. Utána elmentem egy minimál béres munkára, rengeteg órával megcsináltam ugyanazt a pénzt, de ugye rengeteg órával. És akkor most vagyok ott, hogy csinálok sokkal egyszerűbb munkát, sokkal több pénzért. Szóval fejlődök, és a következő cél az megint nem az, hogy nem fogok leragadni ennél a cégnél, és nem fogok leragadni ennél a fizetésnél, hanem azra hajtok ugyebár, hogy ennél még többet keresek, még kevesebb munkával, vagy ugyanennyi munkával, de többet keresek. Ha nincsenek céljaid, nem akarsz mindig feljebb jutni, akkor nem is fogsz soha feljebb jutni, mert itt nem is tuszkol senki, hogy csináljad, ha akarod, csinálod, ha nem akarod, nem csinálod. Tehát ez megint olyan dolog, hogy attól függ, mennyire vagy kitartó és mennyire küzdesz azért, amit csinálsz. Szóval itt ez megint olyan dolog, hogy ki mennyit keres, meg hogy éri meg, meg hogy nem éri meg. Ez igazából mindenki saját magán múlik, hogy
mit vár el magától, és mit szeretne elérni. Tehát a fizetésről szerintem ez megint olyan, hogy hiába beszél mindenki, hogy... De az is a másik dolog, hogy... Ugyebár itt a minimálbér is olyan, hogy minimálbérből egy család, ha mind a két személy minimálbérrel van, akkor is nagyon kellemesen és kényelmesen megél. Főleg, ha nem valami rohadtul drága lakás valaki, nagyon gazdag környéke, vagy mit tudom én, akkor tök egyszerűen és tök jól meg tud élni amúgy is. Tehát két minimálbérből simán kijön az ember, vagy egy család, igazából úgy mondom, hogy család, mert még ha van egy gyereked, vagy valamit, akkor is simán elérsz két minimálbérből. Egy ember meg, hogyha kijön és bérel egy szobát magának, simán tud félretenni, hogyha nem szórja most két kézzel a pénzt. Az meg a másik, hogy aki jön az ember, úgyse fogja azt csinálni, hogy csak félretesz, és csak spórol, és csak spórol, és csak spórol, mert úgy is fog körteni valamire. Mert nincs olyan ember, aki kijön, és akkor megelégszik azzal, amilyen van, és nem kell neki semmi, és nem költ semmire, mert annak úgy megint nincs értelme. Tehát kijöttél, dolgozod, kidolgozod a beled, úgymond, keresel egy csomó pénzt, és minek azért, hogy legalábbis én így gondolkozok, hogy azért, hogy vigyem haza, vagy valami, nem számolok, számítok most már arra, hogy én bármikor is hazaköltöznék, vagy én otthon házat akarok építeni, vagy bármi mást, mert nekem itt tetszik, nekem itt bevált. Jól keresek, akkor mi a bánat ér, menjek vissza, és jó, hazamész itten egy-két év alatt, megkeresel otthon egy házárát simán, ha kicsit vigyázol a pénzre és spórolsz, hát félre tudsz tenni annyit, hogy otthon veszel magadnak egy házat. És mit csinálsz? Hazamész, örülsz magadnak, hogy van egy házad, és visszamész szutyog szar pénzért dolgozni, annak megint mi értelme? Akkor inkább ülök itt, idővel itt is meg tudsz venni egy házat. Jó, hogy nem két év alatt spórolod össze, de össze spórolod 10 év alatt. Veszel egy házat, és el van intézve. És élsz kényelmesen egyik hónapról a másikra. Anélkül fájna a fejed, hogy most lesz pénzem mindenre jövő hónapban, vagy nem. Szóval itt igazából mérlegelni kell a dolgokat. Nagyon sokan azt hiszik, hogy kijönnek, és gyakorlatilag két hónap alatt, vagy fél év alatt vesz egy autót, félretesz annyi pénzt, hogy otthon felújítsa a házát, vagy vegyen egy házat vidéken, és elérte a céljait. De kérdem én, hogy aki visszamegy, és negyed ennyiért dolgozik otthon, és ugyanúgy látja, hogy hiába van meg a háza, de mellette gyakorlatilag nincs pénze élni, akkor az megérte. Tehát lehet szarozni Angliát, meg bármilyen országot, de ahol egy minimálbérből simán kijössz, úgyhogy félre is tudsz tenni, én azt valahogy nem szaroznám. És ezt mind úgy beszélek, hogy minimálbér, hogy minimálbért keres az ember. Nem azt, hogy most nem tudom, keresel minimálbér fölött jóval, mert akkor az meg megint más történet, szóval. Én sem minimálbért kapok, nincs is azért olyan most hú, de nagy fizetésem, de na, az átlagnál nagyobb van. Itt van a kisgyerek, amit létezik, mindent meg tudok neki venni, mindent meg tudunk engedni magunknak. Ahhoz képest kurva drága lakásba lakunk. És nem fáj egyik hónapról a fejem a másikra, hogy akkor most mi lesz. Mert tudod, hogy ha más nem, hogy tudod, most jövő hónapban több pénz kell, akkor a munkahelyen úgy intézed, hogy legyen egy kicsit több órád, vagy valami is, és kész. Itt az emberek, itt az angolok örülnek annak, hogyha az ember jön az Unióból, vagy bármelyik más országba, és kidolgozza a belét, mert nekik az csak jó. Én még olyan munkahelyen nem dolgoztam sehol, hogy azt mondják nekem, hogy menjél haza, az meg, mert nem engedjük, hogy dolgozzál. Az meg a másik dolog, hogy az angolok azok mocskos lusta emberek igazából. Úgyhogy addig egy külföldinek mindig lesz munkája, és mindig lesz annyi órája, amennyit szeretne, és tud annyi pénzt keresni, amennyit csak szeretne.
Épp azért, mert az angol az meg elégszik egy bizonyos összeggel és kész. Tehát ők nem nincs bennük az, hogy hajtsanak, hogy érjenek el valamit, hogy mert ők vagy örököltek, vagy már van egy házuk, vagy valami, és nekik gyakorlatilag nincs mire úgy hajtsanak. Míg nekünk bejövünk, és mi mind többet és többet és többet szeretnénk, legalábbis a többség. Nem mondom azt, hogyha mi is akartuk volna, ez alatt a több mint 2,5 év alatt most már nem tudtam volna kigyűjteni otthon egy házárát, de én úgy vagyok, hogy inkább élek. Nem csak dolgozok azért, hogy vegyek egy házat magamnak, és onnantól kezdve meg nyalom a talpam, mert alig élek meg. Oké, van egy házad, de ugyanezt én is elé fogom itt érni mondjuk 5 év után. Lesz egy házam, és mellette élek kényelmesen, elmegyek nyaralni, megveszek magamnak bármit, amire szükségem van, vagy amit szeretnék. Nem úgy, mint otthon, hogy nézek ki a fejedből, hogy jó, bátya, most mit fogok, ezt most miből, és akkor hitel hátán. Már se tudod, hogy kinek mennyivel tartozol. Mert otthon is én látom, meg érzem, hogy mi történik. Ugye mindenki vesz, vásárol, hitel hátán, és akkor végén oda jutsz, hogy fizetésed egy az egybe elmegy hitelekre. Tehát gyakorlatilag sem még nyaralni is hitelből mész el. Meg számolgatod a Tesco-ba a pénztárcádba a pénzet, hogy most van erre pénzem, hogy vegyek olyan kaját, amit szeretnék, vagy nincs. Én ezt láttam mindig. Jó, biztos otthon is vannak, és nem biztos, hanem 100%, hogy vannak olyan családok, ahol annyit keresnek, hogy igazából leszarják. De én most az átlag emberekről beszélek. Szóval az átlag embereknél ez nem éppen így működik. Az átlag ember otthon úgymond szarul él, míg itt egy átlag ember ugyanúgy jól él, mint bárki más. Persze itt is vannak a gazdagabbak, meg minden azok, meg télen meg sem pirulázzák, hogy mi mennyi. Szóval ez olyan dolog, hogy kijössz, pénzt akarsz csinálni, tudsz pénzt csinálni. Aki Angliából csak az megy haza, akinek vagy problémája van, és úgymond haza kell menjen, vagy az, aki tényleg csak ilyen, hogy na, keresse meg egy házárát, és hazamegy, akinek ez a célja, vagy azért megy haza, mert lusta, és baszik rá dolgozni, vagy nincs kedve hozzá, vagy mit tudom én, és fogja magát, és hazamegy, és akkor szarozza az országot, hogy hú, de szar itt, mert nincs kolbászból a kerítés, meg kell dolgozzál mindenért, de itt legalább van látszatja. Én annak idején otthon is kurva jól kerestem ahhoz képest, hogy milyen fiatal voltam és mennyiket dolgoztam. Én megkerestem a dupláját a minimálbérnek, sőt, még annál többet. És kijöttem ide, ugyanannyi munkával gyakorlatilag megkerestem a 4-szereseit. Szóval, mérlegelni kell. Kinek mi éri meg? Na, hát igazából ennyi lett volna ez a videó. Én annyit tudok tanácsolni, akinek céljai vannak és akar is elérni valamit, az itt meg tudja tenni. Viszont, hogyha lusta vagy és nem szeretsz dolgozni, vagy te úgy jössz ki, hogy nincs semmilyen célod, akkor tök felesleges kigyere, mert ugyanúgy nem fogsz elérni semmit. Hát ez van. Na, köszönöm a figyelmet, sziasztok!